Szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus nevében, az élő víz forrása gyülekezetben. A mai napon templomokról szóló előadást fogok tartani. Elsősorban az Új Jeruzsálem és a Szent Szellem templom lesz a téma. Tehát Isten templomait fogjuk sorra venni. Első ilyen templom a természet temploma lesz, amely tulajdonképpen az Édenben, a paradicsomban található. Tekintettel arra, hogy a Szent Szellem temploma az egy nagy témakör, ezért az egyéb templomok bemutatásánál csak azokat a gondolatokat fogom elmondani, amelyek oda szükségesek. Tehát én az Édenről nagyon sokat nem fogok beszélni, csak azokat a mozzanatokat, amelyek nekünk majd később kellenek. Itt ilyen gondolattal fogok foglalkozni, hogy Isten ebben az Édenben, a Földön lévő egy tartományban, Éden egy tartomány, ebben ültetett egy kertet, és sokféle fát, ahogy most is láthatjuk a természetben, de a kertnek közepére oda ültette az életfáját is. Majd ültette egy másik fát is, a jó és gonosz tudásnak a fáját. Tehát két érdekes fa van ebben az Édenben, egészen pontosan édeni paradicsomban. Mert ezt a kertet paradicsomnak nevezzük, amely az Édenben Isten által lett ültetve, és ebbe sokféle fa volt, de a lényeg az, hogy ez egy rendkívül tervezett és gondozott kert volt, amelyben az Isten két nagyon különleges fát, az életfáját is elhelyezte, majd a jó és gonosz tudás fáját is elhelyezte. Következő gondolat az, hogy az egész kertnek a megöntözésére pedig úgy gondoskodott Isten, hogy folyóvizet, élővizet, ugye a folyóvíz élővíz, élővízzel gondoskodott arról, hogy ez Édenből jöjjön ki, Édenből be a paradicsomba a kert megöntözésére. Utána következett az, hogy Isten az embert belehelyezte ebbe a paradicsomi környezetbe, és azért, amit itt az utolsó sorban is olvashatunk a 1 Mózes 2.15-ben, hogy művelje és őrizze azt. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Teremtő Isten átadta az embernek a teremtés folytatását. Tehát megkezdte, megmutatta, hogy így néz ki, így kell, és akkor tessék folytatni. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy az ember a teremtésnek folytatója kellene, hogy legyen. Ez egy nagyon fontos bibliai gondolat. Az ember Istennek olyan alkotása, amelynek az lenne a dolga, feladata, Istennek a célja az az emberrel, hogy az ő teremtői munkájának őrizője, gondozója, és folytatója legyen. Az Édenben a paradicsom kertnek, vagy a paradicsomnak nem lett volna szabad ott megrekedni, annak növekedni kellett volna, és az egész földet paradicsommá kellett volna tenni az embernek. Nem volt az, az egész Éden sem volt az, de azzá kellett volna lenni ennek a kertnek. Majd az ember elbukik, és nem is az a témám, hogy az ember bukásáról beszéljek, hanem arról, hogy ebben a kertben ott járt Isten. Ez egy nagyon fontos gondolat, hogy ezért nevezzük a paradicsomot, az Édenben levő paradicsomot a természet templomának, mert Isten ebbe a kertbe megjelenik hűvös alkonyatkor. Ebbe a kertbe az emberrel beszélget. Az ember veszi a kijelentést Istentől, veszi a tanítást. Isten nevelte Ádámot és Évát ebben a kertben, hiszen naivak voltak, tudatlanok voltak, megteremtette őket, és utána pedig tanította őket. És nagyon sok mindent kellett volna az embereknek megtanulni, viszont történt egy bukás, és ez a tanulási folyamat, amelynek az Édenben kellett volna történni, ott megszakadt, és emiatt a bukás miatt kiűzte az Édenből az embert, és oda helyezte az Éden keleti oldala felül a kerubokat.
Ez a következő gondolat a kerubok témaköre, amelyek vigyázzák az Édenbe vezető utat, hogy a természetnek abba a templomába az ember vissza ne találjon. Miért nem szabad visszatalálni az embernek? Azért, mert mivel szakított a jó és gonosz tudásnak a fájáról, és biztos halálva vár rá, ezért, ha ehet az élet fájából is, akkor ott libeg a halál és az élet között folyamatosan. Egy folyamatos meghalási fázisba billeg, lebeg az ember, nem kerül ki belőle sohasem, ha nem szakítja el Isten az élet fájától, és nem tervez be az embernek megváltására valami mást. Mert az már ott egy megrekedt folyamat volt, el kellett zárni az embert az életfájától. Ne találhasson vissza ahhoz a típusú életfájához, mert ott nem fogja megtalálni az ember azt, ami a helyreállításhoz szükséges, hogy az embert úgy rekreálja az Isten, úgy állítsa helyre, ahogy a teremtésnél megteremtette az embert. Hiszen a teremtésnél az embert Isten örök életűre teremtette. Tehát nem volt a teremtésbe, a tervbe benne az, hogy jó, majd meghal az ember, hanem örök élet. De hogyha vesz az élet fájára, úgyhogy már evett a jó és gonosz tudás fájáról, amelynek a gyümölcse halál, akkor örökké ebben a meghalás állapotban, mert az élet fája ebbe fogja őt tartani. Előregedés van, és ez az előregedés a halál felé vezető úton folyamatos és borzalmas állapotba kerül az ember a végén egy rossz ránézni állapot lesz. Tehát az életfája egyébként a Szentírásban, a mennyei Jeruzsálemben található majd meg, és most szeretném megmutatni nektek a Bibliában a két teremtés történetet. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten igéje az örökkévalóság beszéde. És ha a Bibliánkat kinyitjuk, akkor a két teremtési történet egymás mellé kerül. Mert az egyik teremtési történet egy Mózes egyben van, a másik teremtési történet Jelenések könyve 21. fejezetében és 22. fejezetében van megírva, és ez a két, az első lapon és az utolsó lapon, és ez a két lap egymás mellett van. Tehát így a két teremtési történet ugyanarról beszél, majd a végén találkozni fogunk az élet fájával, amely az Isten paradicsomának közepén van. Ezért a paradicsommal kapcsolatban egy nagyon pici kis értelmezést, mégpedig az, hogy ez jelenti azt, hogy Éden, díszkert, illetve gyönyörűség élvezett mennyei környezet. Tehát a paradicsom önmagába hordozza azt a gondolatkört, hogy az egy mennyei állapot. Jézus kereszten emlékeztek rá, szenved, Latorral beszélget, és a Latornak a mondatára úgy válaszol Jézus, még ma velem leszel a paradicsomba. És akkor meghaltak. Még ma velem leszel a paradicsomba, és meghaltak a kereszten. És akkor Jézus azt ígérte neki, hogy abban a mennyei örökké valóságban elkészített helyen, ott ezzel a Latorral fog találkozni. Tehát amikor a paradicsomról beszélünk, amikor a Szentírás az Isten paradicsomáról beszél, a Jelenések könyve főleg, akkor jövőbe mutató mennyei környezetről beszél Isten igéje. És akkor az életvizének folyója és a fája is a mennyei Jeruzsálemben van. És Jánosnak megmutatja az angyal az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Istennek és a báránynak királyi székéből jön ki. Az a teremtés édeni környezetében lévő folyó, amely kertet öntözte, az Édenből jött ki. Ez pedig a bárány királyi székéből jön ki, majd fogunk ezzel még találkozni. Aztán a folyóvízen innen és túl, tehát a két partján egy-egy életfája van. Itt is két fa van. Azzal kezdtük, hogy volt két fa. Volt egy életfája, meg egy jó és gonosz tudás fája. Itt is két fa van, de mind a kettő életfája, mert a gonosz le van takarítva. Tehát a végső állapotban Isten a megváltás után arról is gondoskodik, hogy halál többé ne legyen. Ne legyen jó és gonosz tudás fája, amelynek a gyümölcse halál. Tehát halált hozó dolgok ne legyenek a végső állapotban.
Aztán itt is találkozunk angyallal, aki a kapukat őrzi. Tehát ennek a mennyei Jeruzsálem nagy magas kőfala van, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, tehát a kapukban ott állnak az angyalok, akik vigyázzák ebbe a szent városba való bemenetelt, és akkor valami érdekli ezeket az angyalokat, hogy akik bemennek, mit keresnek vajon. Tudja, az egyiptomi, mikor jött ki Egyiptomból a kivonulás történetben, ott tudjuk, hogy a vér érdekelte az angyalt, hogy ott van-e a bárány vére. És ez érdekli az angyalokat, hogy akik be akarnak menni a kapun, azokon ott van-e a bárány vére, mert különben nem engedik be. Ők objektívan gondolkodnak, mert Isten úgy teremtette őket, és nem érdekel őket semmiféle szubjektum, hanem csak azt nézik, hogy a bárány vére ott van-e. Nos, a édeni paradicsomi természet templomától most akkor egy nagy lépéssel tovább megyünk a Szent Sátorig. Ez volt az a építmény, amely Istennek a rendelkezésére Mózes népe által létrejött. Isten a népe között akar lakozni, ezért rendelkezik arról, hogy építsenek egy sátrat. Ez a sátor nem volt szép és nem volt érdekes. Ez egy templom, szent sátor, Isten háza. Tulajdonképpen aki viszont Istent kereste bennek, az viszont mindent megtalálhatott ezen a helyen. És ez az ige már is segít nekünk abban elgondolkodni, hogy úgy rendelkezett Isten erről a szent sátorról, hogy minden a megváltásra és a megváltóra mutasson ebben a sátorban. Minden. Tehát amit látni fogunk, amivel találkozni fogunk, és amiről beszélek, nyilván sok mindenről nem beszélek majd, de amiről beszélek, minden Jézus Krisztusra fog mutatni, a megváltásra, a szabadításra, a helyreállításra, Istenre, hogy igenis Isten ott akar lakozni, és velünk akar lenni. Egy Jézusról szóló proféciát olvashatunk Ézsaiás proféta 53. versében. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Ugye milyen érdekes, hogyha Mózes népét elgondoljuk, hogy aki Egyiptomból jött, látott csodálatos templomokat. Hogy ez a szent sátor azokhoz a templomokhoz képest milyen egyszerű volt? Rendkívül egyszerű volt. Nem volt néki alakja és ékessége, és hát igazából nem volt egy olyan látvány, mint Egyiptomnak a templomai, de hát voltak a földön más kultúrák is, akkor már is gyönyörű templomok voltak. Volt fogalma az embereknek arról, hogy milyen egy szép templom. Isten ebbe a szent sátorba akart lakni. És így rendelkezett Isten, amikor Mózeshez fordult a sátorral kapcsolatban, és azt mondta neki, hogy szedjetek ajándékokat az emberektől, minden embertől, akit a szíve hajt arra. Ez egy nagyon fontos üzenet arra nézve, hogy itt nem zsákmány szerzésre törekedett az Isten, amikor őt hajlékot akart építetni magának, vagyis nem kényszer Isten templomát felépítened. Isten erre nem kényszerít. Csak ha a szíved hajt arra téged, illetve Mózes a te népedet. Ha a szíve hajtja valakit, akkor az adjon ajándékot ahhoz, hogy felépíthessük a hajlékot, és úgy tudjuk, hogy annyi ajándék jött össze, hogy mindent föl sem használtak a szent sátor építéséhez. És ebből az ajándékból, tehát az ember által beadományozott ajándékokból készítsetek nekem szent hajlékot, hogy közöttetek lakozzam. Istennek már az Édenben is az volt a gyakorlata, hogy megjelent az emberek között, Ádám és Évával társalgott. Ott akart velük, mert saját képére és hasonlatosságára teremtett, és akkor jónak találta. Ki mondta rá, hogy ez így jó. Tetszett neki az alkotás. Tehát szépnek találta. Mint amikor megszületik egy gyermek egy családba, és rögtön szépnek találjuk. Ugye volt valaki, akinek nem tetszett a gyerek? Nem, jó. Tehát, igen.
így történt ez, hogy szépnek és jónak és jól működőnek teremtette Isten. És ott akar közöttük lakozni, az Édenben is ott akar közöttük megjelenni, és a Szent Hajlékot is azért kellett készíteni, hogy megjelenjen az emberek között. És azt mondja, mindent úgy csináljatok, ahogy én mutatom nektek. Isten mutatott valamit Mózesnek, és a mennyei sátor képét megmutatja, és azt mondja, hogy így csináljátok, ahogy a mennyben látjátok, és a Jelenések könyvében láthatjuk is, hogy valójában ott van a sátor a mennyben, és annak a mintáját kellett Mózesnek elkészíteni. Végül is Mózes nem egy fantázia templomot, vagy fantázia szent sátrat épített hajlékot Istennek, hanem Isten megmutatta neki a mennyeit, rátekintett, és akkor erről lett mintázva, majd megáldotta a népe között azokat az embereket, akik értettek szakmákhoz, mesterségekhez, és adott nekik bölcsességet ahhoz, hogy mindezeket el is készítsék. A megjelenés a templomban elkerülhetetlen lett, leszabályozta Isten, hogy esztendőnként háromszor jelenjen meg minden férfi az Úr színe előtt. Mikor kész lett a templom, ez a rendelkezés kijött, hogy minden izraeli férfi esztendőnként háromszor jelenjen meg előttem. A templomban van a bűnért való áldozat bemutatása, ugye amikor az ember bűnt elkövetett az Édenben, Isten állatot ölt azért, hogy ruhája legyen az embernek és a szégyenét eltakarja. Tehát ez az áldozat bemutatás nagyon fontos volt, de majd látni fogjuk, hogy igazából ez az áldozat bemutatás a páska bárányra mutat, és a rendelkezés is van róla, és a megemlékezés is, és az Istennel való találkozás, mert az Isten ott lakik a templomban, akkor ott fejezi ki az ember azt, hogy szeretem az Istent, elmondja Istennek a hálaimáját, és az ítéletet is átveszi az ember. Volt egy pitvar, rézoltár és a mosdómedence volt ebben megtalálható, és akkor az oltáról így tudjuk, hogy ez a bárány megáldozásának helye az egyiptomi páska bárány emlékére. Isten rendelkezésében az volt benne, hogy a bűnért való áldozat bemutatásának helye az egyiptomi páska bárány emlékére is történjen. És így olvashatjuk az Ésaiás 53-ból tovább, hogy kínosztatott, pedig alázatos volt, száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vittetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Itt Jézusról beszél a Szentírás, az ő megáldozásáról, és az ő áldozatának az értékéről és természetéről. És akkor a 1 Korintus 5-7-ben pedig, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott értünk. Tehát amikor Mózes népe ezen a rézoltáron áldozatot mutatott be, nekik profétikusan már kijelölte Isten a megváltásnak a személyét is, föl kellett volna ismerni nekik a messiást, mert a törvény, mondja Pál apostol, Krisztusra vezérlő mesterünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy minden, ami ebben a templomban történt és templom udvaron, annak Jézus Krisztusra kellett mutatni, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és ez a elveszi a bűnöket oltáron történik, ott van egyébként Jézus Krisztusnak a helye a mennyben is. Van még egy mosdómerence ezen a pitvar részen, amely részből készült, és az asszonyok tükreiből lett elkészítve. Akkor nem voltak még ilyen üvegből készült tükrök, hanem simított réz, csiszolt réz, és ebben az emberek homályosan látták magukat. Éppen ezért most még tükör által homályosan, de majd lesz idő, amikor színről színre látunk. Tehát ez az üzenet ennek a most még tükör által homályosan ige szakasznak.
mert hogy erre mutat vissza az új szövetség is, erre az ószövetségi történetről. János 3. fejezetében olvashatunk egy gondolatot arról, amikor Nikodémussal beszélget, és itt most a mosdó medencében való történetről beszélek. Hogy Nikodémus, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Mi történt ebben a rézmedencében? Ez volt a papok avatási helye. Tulajdonképpen ez egy ószövetségi, rituális, bemerítkező medence volt, mert csak azok a papok mehettek be a templomba szolgálatot végezni, akik ezen a rituális bemerítkezésen részt vettek. Ezért az új szövetség népe, amikor bemerítkezést gyakorol, akkor az újjászületést is kihangsúlyozza, mert az ószövetségi papnak, akit felavattak, annak is újjászületési üzenet volt, tehát ők tudták, hogy nem azért kell a rézmedencébe a papnak bemerítkezni, hogy majd most megmosdik és tisztán megy be a templomba, mert már oda is az avatandó papnak itt természetesen tisztán kellett oda menni, de el kellett végezni neki azt a megtisztulási, újjászületési rituális gyakorlatot, amelybe a profécia beleszőtte az újjászületést, amelyet az előbb láttunk a nikodémusi üzenetben, hogy szükséges, hogy víztől és szellemtől, szent szellemtől újjászülessen az ember, mert hogyha ez nem történik meg, nem mehet be Isten országába. Amikor a templomba bement a pap, abba a házba ment be, ahol Isten lakott. Mert a szent sátor volt először az Isten háza, oda, amikor bement, akkor Isten hajlékába tette be lábát az ember. Mintha mennyországba lépett volna be. A mennyek országába nem léphetsz be, ha víztől és szent szellemtől nem születtél újjá. Ezt mondja Jézus János 3.5. versében. Ez egy nagyon fontos üzenet, és már az ószövetségi templomi gyakorlatban megtalálhatjuk ezt a gondolatkört, hogy nem véletlenül volt ott ez a mosdómedence. Majd, ami nagyon fontos üzenetet hordozó, volt egy kapu, volt egy ajtó, Jézus mondja ő magáról, hogy én vagyok az ajtó, csak rajtam keresztül lehet a mennyek országába bejönni, Isten házába csak rajtam keresztül lehet bejönni. És volt egy kárpit, amely szintén a zsidókhoz írott levélből tudjuk azt, hogy az az ő teste. Tehát az ő teste által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit az az ő teste által. Itt is útról beszél, új és élő út gyanánt a kárpit az ő teste által, az ő testének megtöretése a kereszten, ugye a szenvedés és halál, az a kárpit ketté szakadását is eredményezte, ezáltal nyílt út az embereknek a szentek szentjébe. Hiszen a szentek szentjébe nem léphetett be mindenki, csak a főpap egészen addig, még Jézus Krisztus ellen végezte a megváltó munkát. A szentély kellékeit nézzük meg, ugye a szent kenyerek asztala, a menóra és az illatáldozó oltár található benne. A kenyerek asztalát láthatjuk itt ezen a képen. Rendelkezés volt róla, hogy hogyan kell készíteni. És szent kenyeret kellett rátenni, ezt mindig szombaton, minden héten bevitték és cserélték. Ebből a kenyérből csak azok a papok fogyaszthattak, akik már bemerítkeztek. És amikor erről beszélek, mindig párhuzamosan gondolkozzatok az új szövetség népéről, az eklézsiáról, akik a Szent Szellem templomai, akik urvacsorázó nép, akik a bemerítkezés után vehetik a szent kenyeret magukhoz, és Jézus mondja is magáról, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere. A szentély északi oldalán helyezték el a szent sátorban, majd amikor a templom megépül, akkor már 10 van belőle, és akkor a két oldal található. És akkor a mosdómedencébe való megtisztulás után lehetett ebből a kenyérből fogyasztani, amelyről Jézus azt mondja, amikor János evangéliumában olvassuk a 6. fejezetet, hogy
én vagyok az életnek ama kenyere, erre a kenyérre mutatott vissza. Tehát a Szent Sátorban lévő kenyérre, amelyet csak azok fogyaszthattak, akik papok voltak. Új szövetségben ugye egyetemes papság van meghirdetve, és a bemerítkezésben résztvevők az egyetemes papsági rendbe lépnek be. A menóra volt található még a Szent Sátorban, tiszta aranyból kellett készíteni, és ugyanolyan formára, ahogy Isten mutatta ezt. Jézus mondja János 8.12-ben, én vagyok a világ világossága, majd az illatáldozó oltár volt található benne. Ez pedig az imádságnak a kihangsúlyozása volt. A főpap itt mondta el a népért való könyörgését és imáját, mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, és kezem felemelése estvéli áldozat legyen, olvashatjuk a 141. Zsoltárban. És amit a samáriai asszonynak mondott Jézus a kútnál, az egy nagyon érdekes gondolat, amikor már előre mutat az eklézsiá irányába, hogy eljön az az idő, és eljön az az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát, hanem lélekben és igazságban bárki bárhol imádhatja Istent. Tehát az imádkozás helye végül is kiterjed bárhová, mert az emberek lesznek Istennek a templomai, és az imádkozást bármikor, bárhol elvégezhetik. Ez mögött volt található a kárpit. A lényeg ennek az volt, hogy olyan vastag legyen a szövés, hogy semmiféle emberfia el ne téphesse, és ezt úgy vizsgálták meg, hogy ökrökkel tépették két irányba, hogyha elszakadt, nem lehetett fölrakni. Mert hogy ember szét ne téphesse, ne mondhassa senki, hogyha a kárpit ketté szakad, és átjárhatóvá válik a szentély a szentek szentjével, hogy ember tépte azt szét, az csak Isten nyithatja meg a két helyiség közötti az utat. Ugye ez választotta el Istentől a papokat is, de Krisztus engesztelő vére nyitott utat a szentek szentjébe. Ahol volt található ez a bizonyos frigyláda, és ezt, erről nézünk egy kis videót, amely bemutatja, hogy hogyan is néz ki ez a frigyláda a kérubokkal együtt. És csináljanak egy ládát sittimfából, harmadfél sink hosszút, másfél sink széleset, és másfél sink magasat. Borítsd meg azt tiszta arannyal, belül is, kívül is borítsd meg azt, és csinálj rá körös körül aranypártázatot. És önts ahhoz négy aranykarikát, és illeszd azokat négy szegletére, egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát. Csinálj rudakat is sittimfából, és azokat is megborítsd arannyal. És a rudakat dugd a láda oldalain levő karikákba, hogy azon hordozzák a ládát. A rudak álljanak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból. És a bizonyságot, amelyet neked adok, tedd a ládába. Csinálj fedelet is tiszta aranyból, harmadfél sink hosszút, és másfél sink széleset. Csinálj két kerubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére. Az egyik kerubot csináld az egyik végére innen, a másik kerubot a másik végére onnan. A fedélből csináljátok ki a kerubokat annak két végén. A kerubok pedig terjesszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet. Arcaik egymás felé legyenek, a kerubok arcai a fedél felé forduljanak. A fedelet pedig helyezd a ládára felül. A ládába pedig tedd a bizonyságot, amelyet adok neked. Ott jelenek meg neked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két kerub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, amiket általad parancsolok az Izrael fiainak. Majd tudunk el azt, hogy a Szent Sátort Silóban helyezték el, és oda kellett az embereknek fölvándorolni. Tehát a Szent Sátor Silóban volt, a templom volt Jeruzsálemben, amit ugye, Salamon épített, az már Jeruzsálemben
található. A Szent Sátorban csak szeplőtelen és felkent papok végezhettek szolgálatot, ugye a szeplőtelenség új szövetségi üzenet is nekünk, mert ott is találkozunk azzal a gondolattal, hogy mint szeplőtelen szüzet akar bennünket Isten látni Jézus Krisztus a vőlegény oldalán, mert az Eklézsiát mennyasszonyként tartja számon a Szentírás. A papok ruhája fehér ruha volt, ez nagyon fontos, különbözött a főpap ruhájától, ezért nekünk is üzeni Jézus, amikor az egyetemes papsági rendbe akarunk belépni, hogy tőlem vásárolj tűzben megpróbált aranyat és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy igenis a papság öltözékének méltónak kell lenni, és tudjuk nagyon jó, hogy a szentek, vagy a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedeteiből szövődik, amit Jézus Krisztustól kapunk. A főpap áronházából származik, a ruhája díszes volt, és igen sokat különbözött a papi öltözéktől. Viszont már Jézus Krisztus főpapságára mutat nekünk, amelyről a zsidókhoz írott levélben olvashatunk, hogy Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javak főpapja. Tehát a mennyek országának főpapjáról beszél a zsidókhoz írott levél. A mennyek országában Jézus Krisztus főpapi méltóságban és királyi méltóságban is megjelenik. Ezért van nekünk királyi papság üzenet elrejtve a Szentírásban. Volt egy, a legalsó ruházata egy fehér patyolat volt, a fehér patyolat fölött egy égszínkék palást volt, amelyen fölül volt az efód, és az efódon egy hósent viselt, amely Izrael 12 törzsét jelölte, drága kövekkel volt kirakva, és mind a 12 törzsnek a neve föl volt egy-egy drága kőre metszve. Ez volt a hósenen, így kellett neki mindig megjelenni Isten előtt, hogy a szíve fölött hordozni kellett Izrael 12 nemzetségét. Volt egy süveg rajta, viszont a főpap hordozta a királyi koronát is, hiszen teokráciában vagyunk, ahol a király, vagyis a főpap a királyi tisztséget is viselte Áron idejében. Egészen addig még Izraelnek az első királyát meg nem választják, a főpap a királyi címet is viselte, és ezen a fejdíszen volt egy írás rendelkezés szerint, hogy tiszta aranyból, és rá kellett arra metszeni azt, hogy szentség az Úrnak. Tehát ez volt a koronára fölmetszve, és a pap ezt hordta a homlokán. Amikor ránéztek az emberek a főpapra, akkor ezt az írást látták, hogy szentség az Úrnak, és akkor megnézzük ezt a koronát, és erre rá van metszve a Kádós Lejahve, vagy Jehova. Így néz ki az olvasata ennek a Jahve, Isten tulajdonneve, amelyet a héberek nem ejtenek ki, mindig Adonai olvasattal olvassuk, amikor Héber Bibliát olvasunk. Ez a Jod, Hé, Vav, Hé betűkből épül föl, csupa mással hangzókból ez a tulajdonnév, és akkor megnézzük ennek az értelmét ennek a névnek. A modern és az óhéber ABC szerint ugye a Jod, a Hé, a Vav és a Hé, ugye az óhéber van fölül, az új héber alól. Ezek a óhéber piktogramok jelentenek valamit, de amikor kiejtjük a betűt héberül, az is jelent valamit, és ezeknek a jelentései tulajdonképpen így néz ki, hogy a jod magyarul azt jelenti, hogy kéz, kinyújtott kéz tenyere. Tehát ezt jelenti a jod. A hé az azt jelenti, hogy íme itt vagyok, hogy itt vagyok, lásd, hogy figyelj, nézd rám, tehát itt vagyok. Ez a jelentése. Akkor a vávi jelentése az, hogy szög, sátort szöveg, és a utolsó betű ismét ez a íme itt vagyok. Olvassuk el ezt a szöveget, ugye ismerős a, lehet olvasni, íme a szög, íme a kéz jelentéssel bír, és akkor a Zsoltárokban ez a megváltással kapcsolatos kérdéskör, hogy ki az, aki elmegy, ki az, aki véghez vissza a megváltást, akkor mondám, íme itt vagyok, a könyv fejezeteiben
írva van rólam, bocsánat, ez a zsidókhoz írott levélben, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat, és a Zsoltárosra utal vissza, hiszen a Zsoltárok 48-9 versben ugyanezt a gondolatkört találjuk meg, amelyre a zsidókhoz írt levél visszautal. Nézzük meg, hogy amikor megfeszítették Jézust, akkor a feje fölé mit kellett írni a római törvények szerint, bárki, akit megfeszítenek, halálítélnek, a bűnét föl kellett tüntetni, hogy miért feszítették meg. És akkor fölírták minden elítéltre, hogy azért feszítették meg, mert, és Jézus feje fölé is fölírták héberül, görögül, és római írással az ő bűnét. Ugye ez a héberül, Jesu hanazarei umelek hajahudim, görögül Észosz hanazareus hobaszelőszton jódon, és akkor az indriasz pedig Iszosz nazarenus rex judeum. Ugye ezek azt jelentették, amit a Bibliában is olvashatunk, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. Ez volt a bűne Jézusnak, ezért feszítették meg, ezt írták föl a feje fölé, és tudjátok, amikor a zsidók ezt az írást meglátták, akkor azonnal rohantak, hogy szedjék le ezt az írást, mert ebbe ők nem egyeznek bele. Pilátus mondta, hogy amit mondtam, megmondtam, az írás marad. Mi volt a problémájuk a zsidóknak? Hát nagyon nagy. Az volt a problémájuk, ami a héber írás kezdő betűiben láthatunk, hogy ez Istennek a tulajdon neve. Ez volt a zsidók problémája, hogy a tábla feliratában az atyának a tulajdon nevét látták. Ezért kellett volna levenni. Tehát ez a Jahve, Jehova írás megjelent a feliratos táblán. És akkor olvassuk el a Filippi 2:8-11-es verset. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékoz neki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére mindentért meghaloljon, mennyieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztusnak az új nevéről beszél a Filippi 2:8-11 is. És amikor a Jelenések könyvében olvashatunk a filadelfiai gyülekezetnek szóló üzenetről, hogy a győzteseket oszloppá teszem az én Istenemnek házában, akkor azt is olvashatjuk, hogy és felírom azokra az én Istenem nevét, az új Jeruzsálemét, és az én új nevemet. Tehát ott Jézus elmondja, hogy neki van egy új neve. Ezt az új nevet ekkor szerezte meg. Hogy és mikor? Mikor szerezte meg? Amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, és megalázta magát, és a halálig engedelmes volt. Akkor tetszett erre az új névre. Addig ez a név nem illette meg őt. Abban a pillanatban felrakták az új nevet. És ezt az új nevet Pilátus rendelésére pakolták föl a feje fölé, mint bűne neki. De valóban úgy van, hogy Jézusnak az én vagyok mondásaiban mindig az isteni név jelenik meg, és valóban ezért akarták mindig megölni, mert mindig az isteni névvel mutatkozott be, mert a görögben az ego eimi, ha az azt jelenti, hogy én vagyok az, akinek a nevét nem lehet kimondani. És ez az az eset, amikor Jézus egy minden név fölött való nevet kap, és az atyának a nevét hordozza. Ezért mondja az írás, hogy Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javak főpapja. Nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakoknak és tulkoknak vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Ez a zsidókhoz írott levélben fölmagasztalja Jézust, és elismeri az ő főpapságát azért, mert nem a bakok és
bikák vérével, hanem a tulajdon vérével szerezte meg azt a jogot. Nekünk pedig azt mondja a Szentírás, hogy ti pedig választott nemzetség. Tehát, hogy Izrael is választott nemzetség. Mi is azok vagyunk, királyi papság, mert Jézus Krisztus király is, és pap is, és főpapja a mennyek országában, mi pedig a papsági rendbe tartozó egyetemes papság van meghirdetve, de ahhoz, hogy pap lehess, kenetre van szükség, és bemerítkezésre van szükség, és Szent Szellem által való újjászületésre, ami Nikodémusnak való tanács. Lépünk most innen a Szent Sátortól a Salamoni templomhoz, és a második templomhoz, rövidebb leszek most már, mert az alapokat leraktuk most a Szent Sátornál. Minden ugyanúgy fog működni a Salamoni templomban és a második templomban, és akkor Silóból Jeruzsálembe költözik a templomi edényrendszer, elsősorban a trigyládára gondolok, és jeruzsálemi térképet láthatjuk ezen az ábrán, illetve a templom épületét. A 2. Kronika 3-ban a rendelkezést olvashatjuk, hogy hogyan kell építeni ezt a templomot, majd azt látjuk, hogy a különbség annyi, hogy már nem egy gyertyatartó van, hanem 10, és nem egy aranyasztal, hanem kenyerek asztal, hanem 10 mosdómedence, de ezen kívül még egy a főpapnak is, a nagy. Résztenger, amely jobb kéz felől volt található. És különbözőek. Itt látható egyébként már a Salamoni templomban, hogy jobb és baloldalt 5-5 mosdómedence, majd a résztenger előtte, és egyetlen egy rézoltár volt található. Belül pedig, hogy ezen az ábrán látható 10 gyertyatartó, de 10 aranyasztal is volt gyertyatartók mellett. Tehát így nézett ki a templom. Egyébként nem volt más dísze ennek, nem volt más eszköze, csupán a menórák, a kenyerek aranyasztala és az illatáldozó oltár, majd egy lépcsőn kellett egy felemelkedett helyre menni, és úgy lehetett a kárpiton keresztül bejutni a főpapnak, és csak a főpapnak, és évente csak egyszer a Szentek Szentjébe, és vitte a vért, amit hintett a kerubok közzé. A Szentek Szentjéről pedig azt tudjuk, hogy alakra nézve ilyen volt, 20 sing, az 8,8 méter, magas, széles és hosszú, kocka alakú épület. A Szentek Szentje az mindig egy kocka alakú épület volt, ebben volt belül a frigyláda. Amikor a Jelenések könyvét fogjuk olvasni, akkor is van egy leírásunk az Új Jeruzsálemről, ami 12.000 futam hosszú, széles és magas. Tehát az is egy kocka alakú épület, mert a Szentek Szentje az Új Jeruzsálemet ábrázolja ki. Mert a Szentek Szentjébe való bejutási lehetőséget Jézus Krisztus teste megtöretése tette lehetővé, akkor nyílt út a Szentek Szentjébe, és onnantól kezdve az Új Jeruzsálembe is van lehetőség a bejutásra, amely méretre nézve ugyanúgy néz ki. És azt tudjuk ugye, hogy 586-ban az első templomot Nabukodonozár király azt porigrombolta, fölégették, majd Esdrás és Nehémiás, amikor a babiloni fogságból hazajöttek, újraépítették. Erről mondja azt az írás, hogy a második templomnak nagyobb a dicsősége, mint az elsőnek, mert ebben Jézus Krisztus már megjelent ebbe a templomba, hiszen az első templomot Isten dicsőséget avatta föl, töltötte be, de mégis nagyobb a második templomnak a dicsősége, pedig annál nem történt olyan csoda jelenség, mint az első templomnál. Tehát ez mégis nagyobb a dicsőség a második templomnak. És akkor most rátérünk az eklézsia, illetve a Szent Szellem templomára, és itt elsősorban a Samária asszonnyal való beszélgetéssel szeretném indítani a gondolatkört, amikor azt mondja Jézus annak az asszonynak, hogy hidd el nekem, eljön az óra, amikor sem ezen a helyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát.
De eljö az óra, és az most vagyon, mikor az igaz imádók lélekben is igazságban imádják az atyát. Ugye mind a két vers János Evangélium a 4. fejezetében olvasható. Majd azt mondja később a tanítványoknak, hogy le fog romboltatni ez a templom. Tehát mikor a templomból Jézus kijön, tanítványok mutogatják neki, és Jézus pedig mondja, nem látjátok én mindezeket, bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Egyrészt leromboltatik a kőből épült templom, de előtte a Samári asszonynak már mondja, hogy majd eljön az az idő, amikor nem ezen a helyen, hanem lélekben is igazságban imádják az atyát. És valóban a templomhegy ilyenné vált, mint ahogy ezt a képen láthatjuk, ma már egy iszlám mecset áll ennek a templomnak a helyén, és vita van azon, hogy vajon lesz-e harmadik templom, meg hogyan is föl kellene építeni egy újat. Itt a bekeretezett résznél láthatjuk azt a helyet, amely a nyugati falnak nevezett Siratófal. Ez a fal van legközelebb ahhoz a ponthoz, ami a első és második templomnál a Szentek Szentje volt. Tehát a Szentek Szentjéhez ez a pont van a legközelebb. Ezen a falon túl a zsidók nem imádkozhatnak. A halakka, ez egy zsidó vallási törvény, tiltja a zsidóknak az imádkozást. Ma viszont már egyre több bátor zsidó van, akik fölmennek a hegyre imádkozni. Ebből mindig politikai botrány szokott kerekedni. Most Izraelnek van egy templomépítési szándéka, és ezt a templomépítési szándékot már nem csak a nép fejezi ki, és a vallás, hanem az építési miniszter is bejelentette azt, hogy most már véget kell vetni annak az állapotnak. Ez egyébként 2014-ben, 15-ben is volt egy ilyen bejelentés, meg most egy-két hónapja, és föl kell építeni a harmadik templomot. Viszont az új szövetség számára a templom megvan, mert ahogy olvashatjuk az 1 Korintus 3:16-17-ben, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakozik bennetek, és erre a templomra vigyázni kell, hogy senki meg ne roncsa azt, mert Isten temploma szent, ezek vagytok ti. És erről a templomról Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele az egész 13 fejezetben részletesen ad nekünk leírást. Most minden fejezetből csak egyetlen verset fogok beidézni, vagy esetleg kettőt, amely beszél nekünk az új szövetség templomi rendszer egyetemes papságáról, felkenetésről, bemerítkezésről, illetve mindenről, ami nagyon szükséges. Első fejezetben mindjárt a megkenéssel kapcsolatos megkenés és elpecsételés, hogy így olvashatjuk a 21. versben, aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken, az Isten az. Tehát a felkenetés a papságnál, a templomi szolgálatot végző papságnál elengedhetetlen volt, de az új szövetség népe is bírja a kenetet, de Isten az, aki bennünket megken, aki el is pecsétel minket, és a szellemnek zálogát, ami szíveinkbe helyezte el. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a zálog az egy olyan jogi fogalom, amely akkor kerülhet szóba, ha én valamit megvásárolok, megvettem, és elhelyezem a zálogot, azzal kifejeztem, hogy a megvásárolt dolog az enyém, és akkor bármikor jövök érte, majd viszem magammal. Most a zálog az szokott lenni teljes összeg, meg részösszeg, minden esetre Jézus Krisztus a teljes zálogot lefizette, és ez a zálog pecsétként el van helyezve a mi szíveinkbe, és Jézus Krisztus a Szent Szellemet helyezte el zálogként a szívünkbe. Ez nagyon fontos, hogy amikor megváltott bennünket, a választott nép szívébe pecsétet helyezett el, ez a pecsét a zálog, de ez a zálog pecsét maga a Szent Szellem. Ezért lehetünk a Szent Szellem templomai, de a Szent Szellem a garancia arra, hogy ismer bennünket. Mert a Szent Szellem az Atyának a szelleme, és Jézus Krisztusnak a szelleme.
van elhelyezve a mi szívünkbe. És az Isten egységét, az Atya, Fiú, Szent Szellem egységét maga a Szent Szellem biztosítja, mert ő a szelleme az Atyának és a Fiúnak, de az Eklézsiának is. Ezért az Eklézsiába csak azok tartozhatnak, akiknek a szívükben a Szent Szellem zálogként, megváltás zálogaként jelen van. Ez nagyon fontos, hogy Istennek választott népe, azért leszünk Jézus Krisztus számára ismertek. Ugye a tíz szűz példázatára gondoljatok. Van, akinek azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Mert ismerté, majd látni fogjuk az igét, ismerté Jézus Krisztus előtt az ő szellemet ez bennünket. Tehát úgy leszünk ismertek, hogy ugyanaz a szellemiség, ugyanaz a szellem, a Szent Szellem Isten van a mi szívünkbe, és erről beszél az első fejezetben Pál apostol. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, olvashatjuk a második fejezetben, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Azáltal, hogy a Szent Szellem a szívünkbe el van helyezve, testünk Isten temploma lett, tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus vőlegénynek a mennyasszonya vagyunk, és a mennyasszony általában a vőlegényről nagyon sokat szokott beszélni. Egy mennyasszony az állandóan csicsereg a társainak, és mindig a vőlegényről, ez a mániája, hogy a vőlegényről beszélni kell, és nekünk is a megtért emberek állandóan beszélnek Jézus Krisztusról, mindenkinek fűnek fának, alkalmas és alkalmatlan időbe, hát ilyen lesz az ember, amikor megtér. Ez pedig Krisztus jó illatával van azonosítva Isten igéjében, tehát az, hogy Krisztus jó illata vagyunk, az azt jelenti, hogy őróla beszélünk, mind az üdvözölők, mind az elkárhozók között. Tehát beszélünk bizonyságképpen egymásnak is, meg beszélünk a világnak is a Jézus Krisztusról. Tehát nincs, már semmi sem tud bennünket megfékezni ebben a tevékenységben. És mondja Pál apostol, hogy a mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember, akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva. Tehát a Szent Szellem beírja a mi szívünkbe az Isten igéjét. Már nem kőtáblára, hanem a szívnek hústábláira vannak írva Istennek a rendelkezései, és te ezt már Biblia nélkül is tudod, mert annyit olvasod, hogy már a te szívedbe élővé válik, és tulajdonképpen egyel több levél van. Mert hogy a mi levelünk ti vagytok beírva a mi szíveinkbe, és olyanokká válunk, mint a Szentírás, mint Istennek bármelyik levele, amely alkalmassá tesz bennünket arra, hogy igenis, ahogy a Bibliában lehet terjeszteni Isten igéjét a Bibliával, ugyanúgy velünk is lehet terjeszteni Istennek igéjét, hiszen ez már a szívnek hústáblájára be van vésve. Ez a kincsünk, bármint ez a mi szívünkbe elhelyezett zálog, ez a Szent Szellem, cserépedényekben van. Cserépedényekhez hasonlít bennünket Isten igéje, annyira törékenyek vagyunk, annyira sérülékenyek vagyunk. Igen, ezt úgy tudjuk is magunkról. És azt mondja, hogy ez azért van, hogy az Isten erejének nagy volta az legyen látható, ne a mi erőnk által legyen megnyilvánulva Istennek a jelenléte. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. 5. fejezetben. Az elpecsételtek, akik a szívükben hordozzák a Szent Szellemet zálogként, békéltetés szolgálatát átveszik Jézus Krisztustól, mert nyilván van az Isten haragja az égből az emberek minden hamissága és gonoszsága ellen, de ezt az Isten haragját Jézus Krisztusban a kereszten kibékítette Isten. Egészen pontosan Jézus Krisztus a békéltetés szolgálatát elvégezte. De ha valaki Krisztusban van új teremtés az, a régiek elmúlnak, ímé minden újjá lett, mindez pedig Istentől van a Jézus Krisztus által,
aki minket magával megbékéltetett, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Tehát mi már megbékéltünk Istennel, de a megbékéltetés szolgálatát átvettük éppen ezért. Nekünk nagyon fontos dolgunk van, hogy az Isten haragját, amely nyilván van az emberek felé, ezt elfordítsuk, és felmutassuk az embereknek Jézus Krisztust, felmutassuk a megváltást, tudjunk, mint élő levelek hordozni Isten igéjét, és megnyitni a szíveinket, ahogy a templom ajtót is megnyitották, és elvégezni a békéltetést, hogy ne haragudjanak az emberek Istenre. Mert ezt a haragot Jézus Krisztus a kereszten elvette. És nem lehetünk zárva, hogy az előbb is mondtam, mondja Pál apostol, hogy a mi szánk megnyílt, ti nektek korintusiak, a mi szívünk kitárult, viszonzásul tárjátok ki ti szíveteket. Mert a Szent Szellem temploma ti vagytok, és a templom ajtó nem lehet az emberek előtt bezárva. Éppen ezért. Az, hogy te beszélsz Jézus Krisztusról, az rögtön egy nyitott templom. Ha te bezárod és nem beszélsz, akkor elzártad a Jézus Krisztust az emberektől. A templomi beszédben Jézus a farizeusokat megfedi, hogy jaj, néktek farizeusok, mert bezártátok a mennyek országát az emberek előtt, mivel hogy ti nem mehettek be, és hogy azok sem mehessenek be. Tehát azok zárják el a szívükbe, és azok nem nyilatkoznak meg, azok nem tesznek bizonyságot Jézus Krisztusról, akik érzik, hogy ők sem mehetnek be, nincs rendben az életük. Tehát az ember életének a rendben van kérdésköre, az akkor látszik meg, amikor beszélsz Jézus Krisztusról, tudsz beszélni Jézus Krisztusról, na akkor vagy rendben, mert akkor megnyílt a Szent Szellem temploma. És a kijelentés rajtad keresztül megérkezik az emberekhez. Mert ti az élő Isten temploma vagytok, olvashatjuk 6. fejezetben, amint az Isten mondotta, lakozom bennük és köztük járok, és leszek nekik Istenük, és ők népem lesznek nekem. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek föl lelkiházzá, szent papsággá, 1 Péter 2.5-ben olvashatjuk. Viszont ez a templom nem lehet nyitva a bálványok előtt, mert hogy mi egyessége van Isten templomának a bálványokkal, sőt, még ha olyan környezetben van is az ember, 2 Korintus 6.16-17, menjetek ki közülök és szakadjatok el tőlük, mert Isten nem osztja meg az ő hajlékát semmiféle bálvánnyal. Ha a te szíved Jézus Krisztusé, semmiféle bálványnak ne nyisd meg a te szívedet. Ez nagyon fontos, mert nem osztja meg. Akkor, hogyha megnyitottad egy bálvány előtt a te szívedet, ő el fog hagyni tégedet. Mert nem osztja meg az ő dicsőségét senkivel, és az ő hajlékát semmiféle bálványokkal. Tisztán kell tartani a templomot. 7. fejezet, 1. verse. Mivel ahogy azért ilyen ígéreteink vannak, szereteim, tisztítsuk meg magunkat. Minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelemben vivén véghez a mi megszentelésünket, mert az ember egész élet alatt egy megszentelődési folyamaton vesz részt. Éppen ezért ezt nagyon fontos, hogy elvégezze az ember. És következő fejezetben már arról beszél, hogy akik megszentelődtek, jó cselekedetekre, jó téteményekre is hajlamosak legyenek. Isten akarja, hogy az a papság, amely az ő bizonyságát hordozza, jó téteményekben is bővölködjön. Azért, hogy mindenben meggazdagodjatok, mert a szeretet elve az olyan, mint a gödör elve, hogy mennél többet kiveszünk belőle, annál nagyobb a gödör. A szeretet is olyan, hogy mennél többet adunk, annál nagyobb a szeretet az emberben. Tehát ha gyakorolja valaki a szeretetet, azt veszi észre, hogy mindig nagyobb benne levő szeretet jelenik meg. Majd a 10. fejezetben ezt az eklézsiát, ezt a szentek közösségét egy szellemi vitézkedésre tanítja, hogy a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. És akkor, ha gondolunk az Efézushoz írott levél 6. fejezetében, ott a szellemi fegyverzetekre, akkor könnyen el tudunk
igazodni abban, hogy mire is gondol itt a 2. Korintus 10-ben Pál apostol, lón keresztül Isten igéje. Mert isteni buzgósággal buzgok, értetek, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Tehát itt már az eljegyzésről beszél, és az az eljegyzés záloga, a megváltás záloga, eljegyzés záloga is, és ott van a szívünkben, a Szent Szellem jelenléte a szívünkben az eljegyzésnek is tulajdonképpen egy záloga. De mint szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisztus elé, ugye a szeplőtelenség fogalmáról beszéltünk az Ószövetségi templomban, hogy papok nem lehettek hibás, testi fogyatkozású személyek, szeplőtelenségben kellett lenniük, fogyatkozásmentesnek, az új szövetség népének is, szellemileg, de már előre megmondta, hogy semmiféle bálvány ne legyen, tehát szeplőtelenségben kell megjelennünk ebben az eklézsiában, mert el vagyunk egyezve Jézus Krisztusnak, innentől kezdve tilos mindenféle más szellemiséggel, mindenféle más ideológiával nekünk még Friedler lépni. 12. fejezetben Pál apostol azért panaszkodik, hogy tövis adatot neki a testébe, de rájön arra, miután háromszor könyörög, és Isten nem vette el ezt a betegséget tőle, ez a tövis benne marad, hogy azért van benne, hogy fölöttébb el ne bizakodjon a kijelentések nagysága miatt. Pál apostol számára a kijelentések nagysága létrehozhatta volna az, hogy gőgössé váljon. De ezt a gőgöt Isten benne egy testi betegséggel, problémával mindig visszaszabályozta. Mert amikor az ember testében szenved, részben megszűnik a bűntől, de részben a testi szenvedés alázatban is tart. Ez egy nagyon fontos kelléke az alázatnak. A testi szenvedés bennünket igen-igen alázatban tud tartani. Hogyha nem volna semmi baja az embernek, hát úgy elszállna agyilag, és ha még kijelentések nagyságában is gazdag volna, akkor pedig senki meg nem tudná állítani. Pál apostol azt mondja, hogy azért van ez, hogy el ne bízza magát a kijelentések nagysága miatt, majd pedig befejezésül azt mondja az utolsó fejezetben Pál apostol, azt üzeni az eklézsia tagjainak, hogy önmagunkat meg kell tudni ítélni. Tehát önmagatokat próbáljátok meg, vagyis önítéletet végezzetek, leginkább, mint hogy másokat ítélgettek, mert a legnagyobb ellenfele az embernek önmaga, és aki önmagát meg tudja ítélni, és önmagának az indulatait le tudja győzni, az az erős ember, és tulajdonképpen lelkiekben gazdagnak kell lenni annak, aki Isten előtt szolgálatot akar végezni, éppen ezért önmagatokat próbáljátok meg, hogy hitben vagytok-e. Efézusi levélben olvashatjuk, hogy Isten mindeneket Jézus Krisztus lábai alá vetette, és őt tette mindeneknek fölött az anyaszent egyház fejévé, ugye a vőlegény és a mennyasszony, Jézus Krisztus a feje, de úgy is beszél erről az anyaszent egyházról, mint egy testről, tehát nem csak mint vőlegény és mennyasszonyról, hanem mint egy testről, mert a házasságban a vőlegény és mennyasszony később egy testé lesz, hogy lesznek ketten egy testé, és ő a feje az anyaszent egyháznak, mi pedig néki teste vagyunk, kik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettetek Isten hajlékává a lélek által, tehát a Szent Szellem egy épületet szerkeszt. Az eklézsia egy épületté válik itt a Földön, egy szellemi épületté, amely tulajdonképpen Isten temploma. Volt tehát Éden, volt Szent Sátor, volt Salamon temploma, volt a Esdrás Nehemiás második templom, lesz egy harmadik templom, amelyet Izrael most építeni szándékozik, de van egy Szent Szellem temploma, és nagyon fontos. Amikor az eklézsia átvette ezt a templomi intézményes szerepét, még Izraelben volt templom.
mert a templom 70-ben romboltatott le, Jézus Krisztust 33-ban megfeszítették, még volt templom, kőből épült, de már volt a Szent Szellem temploma. Ez azt jelenti, hogy a bizonyságtétel folyamatos volt. Izrael bizonyságtevő népe volt Istennek, még volt templom, de Isten átadja a bizonyságtételt a minden népek nemzetek között való népeknek, akik között megkeresi azokat, akik az ő nevéről neveztetnek. Tehát mi vagyunk a bizonyságtevők, tulajdonképpen egy staféta átadás történt. Mi vagyunk a bizonyságtevők, de ez csak addig tart, még a pogányok teljessége be nem megy, és amikor a pogányok teljessége bemegy, ez a bizonyságtétel stafétája visszaadatik Izraelnek. Ez azt jelenti, hogy lennie kell templomnak Izraelben, tehát a harmadik templomot föl kell, hogy építsék, az elragadtatás csak utána történhet meg, mert stafétát úgy nem lehet átadni, hogy utána hajintom, hanem úgy, hogy a kettő együtt fut, az egyik még van, a másik már van. Tehát ez nagyon fontos, az elragadtatással kapcsolatosan, a pogányok teljessége bemenetelével kapcsolatosan, hogy lennie kell Izraelben templomnak. Csak utána van elragadtatásról szó a Szentírásban, sehogy másképp nem lehet ezt elképzelni. Akik fölépítettetek apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben egész épület szép rendben rakatván nevekedik szent templommá az Úrban. Tehát ez a templom föl fog emeltetni, és nagyon fontos gondolat, hogy a Szent Szellem temploma az eklézsia elragadtatik, utána van egy mennyei mennyegző jelenések könyve szerint, van egy mennyei mennyegző, fönt a mennyben, itt a földön pedig a nagy nyomorúság és az apokaliptikus borzalmak. Majd amikor fönt a mennyei mennyegző befejeződött, és ez a templom, az eklézsia, mint mennyasszonya Jézus Krisztusnak, egy szellemi templom, fönt találkozik Jézus Krisztus által készített templommal. Mert Jézus azt mondja, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És megépít egy valóságos kövekből való templomot. Ez az új Jeruzsálem. Ez nagyon fontos, hogy a kettő ott fönn találkozik, tehát innen föl, mennyei mennyegző, új ég, új föld, és az új földre, az új égből leereszkedik az új Jeruzsálem, amelyet a bárány feleségének nevez a Szentírás. Nagyon fontos. Most mennyasszonya, mennyei mennyegző, utána feleségnek nevezi, és azonosítja utána az új Jeruzsálemmel a bárány feleségét. Majd az Efézusi levélben így is olvashatjuk, hogy férj és feleség, mint Krisztus is feje az egyháznak, ugyanúgy megtartója a testnek, mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből, az ő csontjaiból, majd utána azzal fejezi be, hogy felett a nagy titok ez, de Krisztusról és az egyházról szólok, tehát ebben az üzenetben arról van szó, hogy ennek az új Jeruzsálemnek a népe az eklézsia, akiknek testük a Szent Szellem temploma, mert templom az új Jeruzsálem, és abban a templomban Isten lakozik, és ebben, mint egy Krisztus teste az egész, amelynek ő a feje, mint ahogy a férj is feje a feleségnek. 2 Korintus 11, ezt olvastuk, hogy eljegyezlek titeket egy férfiúnak, aki a Krisztus. Ezért szükséges a szeplőtelenség is, mert az Ószövetségben is szeplő nélkül valóaknak kellett lenni a papoknak, de Jézus Krisztushoz nem illik. A parázna mennyasszony, a parázna feleség, Jézus Krisztus az a méltó, mert a méltó szavunk azt jelenti, hogy jól illeszkedő. Tehát Jézus Krisztushoz jó illeszkedő csak a tiszta és szeplőtelen. Csak a tiszta és szeplőtelen, akik nem osztják meg a szívüket semmiféle bálványokkal.
És akkor, hogy is van az, hogy ki kicsoda, azt mondja, akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Mert a Szent Szellem Jézus Krisztusnak a szelleme, de akiben nincs, Róma 8:9, az nem az övé. Majd a 8:14-ben, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Tehát így leszünk Isten fiai, hogy a Szent Szellem vezérel bennünket. Ez azt jelenti, hogy már nem önfejűek vagyunk, hanem Istentől vezéreltek vagyunk, és csak akkor lehetünk Istennek fiai, ha a Szent Szellem vezérel bennünket. Mindezáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje, most akkor a pecsétre gondoljatok, hogy mi is az Istennek a pecsétje, mert hogy az Istennek pecsétje az, hogy ismerje az Úr az övéit. Nagyon fontos, ismét gondoljatok a 10 szűz példázatára, ott van egy problémakör, hogy ismerlek, nem ismerlek. Ugye a 10 szűz példázatában? Ez egy nagy probléma, mert a 10 szűz példázata az egész egyházat. Az egyházat, nem az eklézsiát. Az egész egyházat szemlélteti, amelyben bölcs csak az öt. Mert nekik a szívében ott a pecsét, ezáltal jön létre, hogy ismerlek. Hogy a Szent Szellem teszi ismerté Jézus Krisztus számára a te személyedet. Ezért nem kérdés az, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön, hogy fogja kiválogatni, az kit visz magával. A Szent Szellemet viszi magáról. És a Szent Szellem pedig a templomát viszi magával. Ez ennyire ő. De innen ered az a gondolatkör, amit Jézus mond az öt bolondnak, hogy nem ismerlek titeket. Mert hogy nem volt olaj. És akkor a bölcsek mondják, hogy menjetek, vegyetek magatoknak. Szóval elkezdtek az utolsó pillanatban kapkodni, amikor rájöttek arra, hogy mi is a baj, mi is a hiba. Nem volt kenet. Mert az Isten az, aki megken bennünket, így kezdődött a 2. Korintusi levél. Isten az, aki bennünket megken. Az első fejezetben rögtön ezzel olvastuk, hogy ez a kenet pedig a Szent Szellem jelenléte a mi szívünkben és a mi testünkben. Majd pedig olvashatjuk a Jelenések 19. fejezetében, hogy a bárány mennyegzője és az ő felesége elkészítette magát, aki felöltözött tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely nem más, mint a szentek igazságos cselekedetei, de van egy mennyei mennyegző, ahol beöltözötten fehér ruhákba, a Laodicei leveleknek mondja, hogy vásárolj tőlem tűzben megpróbált aranyat, és fehér ruhákat, hogy kéne látszódjon a te mezítelenséget, rossága. Majd a Jelenések könyvében így folytatja, hogy láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely Istentől száll alá mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És akkor most láthatjuk azt, hogy Jézus Krisztus által készített, kőből épült templom, a Szent Szellem által felnevelt eklézsia, Szent Szellem templomával, a mennyei mennyegzőn már egyé ötvöződik. Onnattól kezdve már, mint a férjére számára felékesített mennyasszony, a Szent Város az Új Jeruzsálem. Tehát onnattól kezdve az eklézsia Új Jeruzsálemnek is neveztetik, majd így olvashatjuk folytatásképpen, hogy mondja az angyal, hogy megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét, és megmutatta nekem a nagyvárost. Megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét, és megmutatta neki azt a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne van az Isten dicsősége, hasonló a legdrágább kőhöz, úgy, mint a kristály tiszta jáspiskőhöz. Hol is van ez? Azt mondja, hogy az életfája az Isten paradicsomának közepette van, ahol a folyóvízen innen és túl az életnek a fája van, ugye a második teremtési történetbe járunk a Jelenések könyvében, és ez az élő víz a bárány királyi székéből jön ki. Tehát a végső állapot az, hogy az Új Jeruzsálemben
amely az Isten paradicsomának közepén van, tehát a mennyek országában, ott a bárány király székéből az élet folyója az utca közepén kijön, és akkor két oldalán az élet fája van, de már nem találunk jó és gonosz tudás fáját. És az életnek fáját akkor most nézzük meg, hogy jelen pillanatban az Eklézsiában hol található. Mert ugye az Édenben és az új mennyei Jeruzsálemben láttuk az életfáját és az élet folyójának vizét. Azt mondja Példabeszédek 3.17-18, hogy az ő útai gyönyörűséges útak és minden ösvényei békesség, Isten törvényeiről rendelkezéséről beszél, életnek fája ez azoknak, akik megtartják, megragadják, és akik megtartják, boldogok. Tehát Isten törvényei, rendelkezései, maga a Szentírás számodra az élet fájává válik, ha megtartod a rendelkezéseket. Sőt, Jézus mondja János 7.38-ban, hogy aki hisz én bennem, mint az írás is mondja, élővíznek folyamai ömlenek annak belsejéből, és az írást az élő vízhez is hasonlítja a Szentírás. Tehát Isten igéje egyszer a rendelkezések és a parancsok által életfájává válik az Eklézsia számára, mert az Eklézsia a Szent Szellem temploma, a Szent Szellem temploma már Isten közösségével naponta találkozik, Istennel már naponta közösséget alkot, ez azt jelenti, hogy, amit Jézus mondott, hogy a mennyeknek országa a ti szíveitekben van. Tehát a mennyeknek országa a ti szíveitekben van, ez azt jelenti, hogy az Isten paradicsomában, igenis, az életvizének folyója a te belsődből már ömölhet, mert Isten igéjét, ha mondod, mintha az életvizének folyója áradna belőled, és ha Isten rendelkezéseit megtartod, az életfájának gyümölcsét fogyasztod. Tehát az Eklézsia számára már most adva vannak ezek a lehetőségek. A következő templom az Ezékiel látomás temploma, amelyről egy kis videó animációt fogok bemutatni. Ezékiel próféta könyvében rendelkezés van, arra nézve, hogy amikor az 1000 éves királyság megkezdődik, hogyan és milyen templom épüljön föl. Tehát miután az Eklézsia elragadtatott, és az apokaliptikus borzalom a földön megtörtént, utána elkezdődik az 1000 éves országlás, és az ezékieli rendelkezésben olvashatunk arról információt, amelyben Isten profétikusan jelöli, hogy milyen templomot kell megépíteni, és mondja, hogy megmutatom neked, azért hozatott el látomásban Babilóniából Jeruzsálembe, és ezt hirdetnie kell egész Izrael házának, ez egy rendelkezés. Ez internetről levett kis videó lesz, a helye itt található, és akkor nézzük meg ezt a kis animációt, amely bemutatja méretek szerint, hogy hogyan is néz ki ez a ezékieli templom. Embernek fia, láss szemeiddel és füleiddel hallj, és figyelmes légy mindarra, amit mutatok neked, mert hogy ezeket megmutassam neked, azért hozattál ide. Hirdesd mindazokat, amiket látsz Izrael házának. Miután Jézus visszatér a földre, megkezdi 1000 éves uralmát a helyreállított földön, az Isten templomában. Ez a templom együttes, a 4. templom építmény lesz a földön. Leírását Ezékiel proféciájában találjuk a 41. fejezettől kezdődően. Ebben a templomban uralkodik Jézus Krisztus, és mint király, kormányozza a föld népeit. A föld minden népe feljár majd ebbe a templomba, hogy imádja a királyok királyát és uraknak urát, a testélet igét, a messiást.
Így olvassuk Ésaiás második fejezet második versétől. Lészen az utolsó időben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek felette. És magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Ki ítéletet tesz pogányok között, és bíráskodik sok nép felett. Ésaiás 9.6. vers. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek urának bozgó szerelme műveli ezt. Ez a templom Jeruzsálemben lesz, de azt tudni kell, hogy a Föld teljesen átrajzolódik az apokalipszis ideje alatt. Tehát a földközi tenger és a holdtenger között most 270 méter közötti szintkülönbség van, ez kiegyenlítődik. Hegyek és halmok eltűnnek, és kiegyenlítődnek a mélységek, tehát ez a föld ábrázat, amit most láthatunk, el fog tűnni. És most megnézzük a mennyei Jeruzsálemet, és most a végéhez is érkeztünk az anyagnak. Megnézzük a mennyei Jeruzsálemről való leírást, hogy eddig beszéltem már róla, most pedig egy hasonló videót fogunk megnézni. Ugye azt tudjátok, hogy a mennyek országába nem csak az új szövetségi szentek, az eklézsia fog megjelenni, mert az ószövetségi szentek is megjelennek, de nem csak az Izraelből való szentek jelennek meg, és az eklézsia, az új szövetségi szentek a mennyek országába, mert ha a római levél második fejezetét elolvassuk, akkor a 12. verstől a 16. versig arról beszél Pál apostol, hogy azok is üdvösséget nyernek, akik sohasem hallhattak Isten igéjéről, Jézus Krisztusról, mert olyan történelmi időben éltek, vagy olyan helyen éltek, hogy nem jutott el hozzájuk az evangélium. Azokat is Jézus Krisztus ítéli meg, de a saját törvényeikből. Azt mondja Isten igéje, hogy azok a jámbor természetű emberek, akik a saját törvényeiket betartották, annak megfeleltek, üdvösséget fognak nyerni. De a Szentírás pogányoknak nevezi őket. Tehát mindig pogányoknak vannak nevezve, mert bennünket választott népnek, Izraelt választott népnek, mi az eklézsia bárány felesége, a Szent Szellem temploma, az egész új Jeruzsálem maga, és az eklézsia tulajdonképpen a templom, de az új Jeruzsálem az eklézsia városa. Mert az a Szent Szellem temploma. Ugye ezt megértettük a bemutatott igék alapján, hogy az új Jeruzsálem a bárány feleségével van azonosítva, a bárány felesége pedig a mennyei mennyegző előtt még bárány mennyasszonya volt. A bárány mennyasszonya pedig az, akit a Szent Szellem elhív, zálogot helyez el a szívébe, megváltás zálogaként, és az eljegyzés zálogaként. De mennyek országában lesznek mások is. De nem az új Jeruzsálemben. Éppen ezért föl kell járni, mert nem változik a rend, mert föl kell menni a templomba, ott is. A mennyek országa. A mennyek országról azt olvashatjuk, hogy teremt Isten egy új földet. Ez a föld és ég elmúlik, új eget és új földet terem, és az új földre a mennyből, az új mennyből alászáll az új Jeruzsálem.
De az Új Jeruzsálemet részletesen kielemeztük, hogy az az eklézsia. Éppen ezért az Új Jeruzsálem Isten templomaként az eklézsiában jelenik meg. Ezért nem lát benne templomot, mert maga az egész város az, és abban lakik az Úristen, abban foglal helyet, ott jelenik meg, mert most is ott van. Mert most is ott van az eklézsia szívében. Mert most is a templomban van, igaz? A Szent Szellem most is a templomban van. Akkor is a templomban lesz. Csak akkor a kőből épült, és az élő kövekből épült, Szent Szellem által egybeszerkesztett, ott ötvözödik, találkozik a mennyei mennyegző idején. Nézzük tovább. És látják az ő orcáját, és neve homlokukon lesz, és a város négyszögben fekszik, hossza, szélessége, magassága ugyanolyan, 12.000 futam minden irányba, egy futam 185 méter, 12.000 futam az 2220 kilométer. Ez a város széle, hossza, magassága 2220 kilométer. Ez egy földrész nagyságú város. 2000 London-Budapest között 2000 kilométer van. Moszkva-Budapest között megint csak körülbelül ugyanannyi van. 2000 kilométer. Tehát széle, hossza, magassága ilyen ennek a városnak. Tehát ez egy ekkora építmény, és a szépsége Jelenések könyvében olvasható, de majd most a narrátor fogja mondani. És 12 kapu, 12 gyöngyből, az alapokon fölírva a nevek. A kerubot láttuk az Édenben is, ott is odállt az Éden, mikor Isten elzárt az emberektől. Ennek a városnak a bejáratán is ott állnak az angyalok. Nyilván ezeknek az angyaloknak a feladatuk megvan, nem az, hogy dísz legyen, tehát nem díszelegni fognak, hanem végzik a feladatukat, hogy a bárány vére látható-e. Tehát tulajdonképpen egy jövőbeli beléptető rendszer, így is lehet nevezni ezeket az angyalokat. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be a Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Nézzük meg ennek egyrészt a Jelenések könyvében levő szövegét, illetve magát, a videót. Ez internetről levett kis videó lesz, a helye itt található. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. És szólt nekem mondván, gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne volt az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal. És felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. És a város kőfalának 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. A 12 kapu pedig 12 gyöngy. Minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt. És a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És megmutatta nekem az életvizének tiszta folyóját,
amely ragyogó, mint a kristály. Az Istennek és a báránynak királyi székéből jön ki, az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája van, mely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne. Mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak neki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Nem változnak a törvények és a rendelkezések. Föl kell menni itt is az Új Jeruzsálembe a népeknek, megjelenni Isten szín előtt, átvenni az életet és az ítéletet. Tehát Istentől az ítélet és az ítélet alatt nem a büntetést értjük, nem csak azt értjük. Tehát az élet is egy ítélet eredménye. Ez nagyon fontos, hogy az élet Istentől van. Az Istentől árad az élet, a mennyek országában az örök élet záloga az Istennek a jelenléte. Ha nincs Isten jelen, nincs élet sem. Ez nagyon fontos, hogy a mennyek országában az örök élet biztosítása Istennek a jelenlététől van. Éppen ezért. Az üdvözült népek sokaságáról azt mondta az előbb a Jelenések könyvében, hogy azok a népek, akik megmentettek, megmenekültek, vagy Isten megmentette őket, tehát üdvösségre jutottak, föl fognak járni. És a pogányok, és a királyok, és a főemberek abba viszik az ő tisztességüket. Tehát oda viszik föl, mert hogy a Jelenések könyve 4-ben az van megírva, hogy mindenki meghajol Isten előtt, és az ő dicsőségét Isten elé leteszi. Tehát a királyok leveszik a koronáikat, és leteszik Istennek a trónszék elé. Tehát mindenki úgy fejezi ki Isten előtt a hódolatát, hogy az ő tisztességét azt Istennek a jelenlétében bemutatja, leteszi Isten szín elé, lába elé. A mennyországról ne úgy gondolkozzunk, hogy az valami füstös álomkép lesz, ahol nem lehet eligazodni. Az egy új föld lesz. Az egy új planéta lesz, amelyet egy új ég vesz körül, mert ezek a régiek mind elmúlnak. Az egy új planéta lesz, egy új föld. De emlékezzetek az Édenire, Isten kezdett egy mennyeit. Egy mennyei paradicsomot elkezdett. Az embernek folytatnia kellett volna, nem csinálta, mert jött a bűn. Az egész ott rekedt meg, az egész paradicsom. Itt rátalálsz. Megtalálod a paradicsomot. Az egy új föld, és az nem egy kopár kőszikla föld, hanem az egy olyan mennyei gyönyörűséges paradicsomnak nevezett. Új föld. Ahol egyetlen egy várost bemutat a Szentírás. Egyetlen egyet. Az Új Jeruzsálemet. Semmi többet. De az egész mennyek országa üdvözültekkel van benépesítve. Mert az üdvösséget itt nyered el, de ott egy új testben fogod tovább élni. De ez nagyon fontos, hogy ne egy lebegő akármi, akárhol,
hanem egy új földön folytatódik tovább a mennyei üdvösséges helyzet, ahol van egy új Jeruzsálem, amely Istennek a háza, de ez most épül itt. Eklézsia a neve. Ez most épül itt, Eklézsia neve. Jézus Krisztus mondja, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ő pedig építi azokból a kövekből, amit láttunk. Végül a kettő fúzionál. Egyik a másikba költözik. Most döntheted el azt, hogy átadod-e a szívedet úgy a vőlegény Jézus Krisztusnak, hogy beengeded a szívedbe a zálogot, a megváltás zálagát, a Szent Szellemet. Templomává válhatsz. Aki most nemet mond, annak szembe kell nézni a tízszűz példázatában az öt ostoba történetével. Tehát aki most az eklézsia idején nemet mond annak a hívásnak, hogy Jézus Krisztus hív téged, hogy adjál neki helyet a szívedben, akkor a zálognak, a Szent Szellemnek adsz helyet. Úgy leszel Jézus Krisztusnak eljegyzett eklézsia tagja, amely mint egy élő kőből épül föl, és lehetsz a templomnak olyan alkotó része. De ez a templom egy királyi papság számára rendezett épület. Isten adjon bölcsességet nektek is, mindannyiunknak, hogy értsük meg az új Jeruzsálem jelentőségét, és mint apokaliptikus dolog, végre elérhettem én is azt, hogy ilyen csodálatos templomi intézményt mutathattam be, és hát növekedjetek szent hajléka az Úrban. Amen.